Móka és kacagás egész nap, családias légkörben, együtt a testvérekkel. Dióhéjban így jellemezhetjük a Vigyázókész Gyermekvédelmi Egyesület hagyományos testvér találkozóját. Nagyon hasonlít. Bár a program testvér találkozónak indult, azonban tulajdonképpen családi találkozóvá vált. Stábunk is jelen volt, amikor a szerencsés véletlennek köszönhetően nagybácsik és nagynénik találkoztak az unokahúgokkal és unokaöccsökkel a rendezvényen. Hát a nővéremnek a gyermekei itt vannak a testvér találkozón, és most tudták meg, hogy van nekik nagybátyja, nagynénye, ők is itt vannak, segítőként tevékenykednek az egyesületnél. Meglepődtél? Hát elég meglepett a dolog, mivel hogy nem hittem volna, hogy pont itt fogok találkozni a bácsikámmal, hogy úgy mondjam. Szóval szerintem ez nagyon jó. A véletlennek köszönhető nagy találkozás itt nem áll meg, a rokonok erősíteni kívánják a családi szálakat. Tulajdonképpen a testvér találkozó célja is ez, mondja a sokak által csak Ildikó néniként emlegetett Janó Andorné. Jelenleg több mint 50-en vagyunk. Olyan testvérpárok vannak jelenleg itt, akik mindenki állami gondozásban van, vagy állami gondozott volt, és a testvéreik is ki vannak emelve a családból. Nem egy helyen vannak elhelyezve, legyen ez gyermekotthon, nevelőszülő, és itt teremtünk alkalmat arra, hogy találkozzanak. A farsangi testvértalálkozón arcfestés, kézműves foglalkozás, játék, bűvészbemutató és tánc várta a gyerekeket.